Alig fér el a sok-sok mackó itt Kiskunhalason az Ady Endre utcai óvoda ablakában. Mindez annak köszönhető, hogy a Kiskunhalasi Zöld Híd Halasi Környezetvédők Egyesülete már 8. alkalommal szervez jótékonysági medvenapot az ovisoknak. Mint láthatják, nagyon sokan küldtek ruházati tárgyakat, cipőket és játékokat az ovisoknak, hogy szebb legyen a napjuk. Az a szerencsénk, hogy mindig vannak jó akaratú emberek, akik adományoznak, és ugye 8 évvel ezelőtt Palási Károly tanár úr találta ki azt, hogy legyen egy macinap, és nem a karácsony előtti időszakban, mert mindenki olyankor szokott adományozni, hanem karácsony után azokat a játékokat, könyveket, füzeteket, mese, színezőket, bármi, ami a családban esetleg felesleges éve ad, vagy 2 összegyűlt belőle, vagy olyan jó állapotú ruhákat és bármilyen más adományt, ami jó, azt szívesen fogadják a rászoruló kisgyermekek, és hogy legyen ennek egy napja, hát ezért lett a medvenap, mert a gyerekek kedvence a maci. A házam sűrű, rengeteg, a medve én vagyok. Az ovisok vidám műsorral lepték meg az adományozókat. Dózsa Tamás Károly, a Méhészeti Egyesület vezetője úgy gondolja, a medvenap egy olyan kezdeményezés, melyet minden esztendőben támogatni kell. A Méhészeti Egyesületünk és a Zöld Híd Környezetvédelmi Egyesület régóta szoros együttműködésben dolgozik, és a fontos, közösen fontosnak ítélt dolgokban együtt szoktunk működni. A medvenap kapcsán nyilván a mézet biztosítja a közösségünk, ezzel is jelezve a méz fogyasztás fontosságát, az egészséges táplálkozás fontosságát, és természetesen a gyűjtésnél is szoktunk segíteni, elsősorban anyagiak tekintetében. Évről évre gyarapszik ez az összegyűjtött ajándék, de én azt gondolom, ahogy a medvenap is elindult ezelőtt lassan 10 éve, ugye pont az volt a szándékunk már akkor is, hogy ugye ne csak az ünnepek közelettével álljunk meg, és gondoljuk át, hogy hogy állunk ebben a pillanatban társadalmilag, hanem egy más fontos alkalmat is keresünk, és ugye ez a medve kijön a barlangból, ugye ősi népszokás, ez teljesen alkalmas volt, és ugye így alakult ez a medvenap ki az elmúlt évek során. A Szilágyi Áron Református Gimnázium tanulói Arany Mihály Sztíme a vezetésével jöttek el a kicsikhez, ők is közös dallal lepték meg a gyerekeket. Napom, mikor vízi mackónak semmi dolga nem akad, eszébe jutott, de tenni kéne valami nagyon fontosat. Mondyi Marianna elmondta, jó látni, hogy ilyen sok segítőkész ember van. Nagyon sokan segítenek mindig számunkra magánszemélyek is, de vannak állandó segítőink is, a Halas és Környéke Méhészeti Egyesület, a nagycsaládos, Fészekrakó nagycsaládos egyesületből is évek óta kapunk nagyon-nagyon szép adományokat, úgyhogy nekik nagyon-nagyon köszönjük. Ugye a méhészektől mézet kapunk, és hát természetesen egyesületünk tagjai is gyűjtenek, illetve más magánszemélyek is, ruhákat, cipőket, kis szandálokat, éppen amire szükség van. A Kiskunhalasi Bóbita óvoda és bölcsöde főigazgatója mondott köszönetet a sok ajándékért. Az intézmény vezető úgy véli, mindennek meg lesz a helye és gazdája. A kisgyerekek leginkább a játéknak örülnek, de tudjuk, hogy azért nem csak arra van szükség a gyerekeknek. A mesekönyv, ami mindenféleképpen nagyon hasznos, és a fejlődésüket szolgálja. De én úgy gondolom, hogy azért a mai világban akár a ruhanemű is segítséggel jöhet a kisgyerekeknek, vagy a családoknak. Mennyire gyakori, hogy óvodákat támogatnak emberek? Mennyire gyakran jönnek adományok? Az az igazság, hogy azért nem mondhatjuk, hogy nem jellemző. Vannak olyan adakozó személyek, akik nem szeretnék a kilétüket felfedni, és inkább úgy szokták ezt megtenni, hogy az óvónéniket kérik, hogy ugye az óvónénik jobban ismerik a családokat, hogy ők mondják meg, hogy ki az, akinek szükség van valami fajta adományra. Úgyhogy leginkább ezek így csöndbe zajlanak.